A szervezők kezdő kategóriában hirdették meg a versenyeket, amelyekre összesen 65 versenyző jelentkezett. Azáltal pedig, hogy 11 magyarországi résztvevője is volt a versenynek, nemzetközivé vált a megmérettetés. Nem a gyorsaság a fő lényeg az egésznek, hanem a pontosság. A rejtvényeknél nem elég csak megfejteni a poént, mint ahogy azt ugye az otthoni használatban mindenki szokta, hogy megfejtem a poént, és akkor megfejtettem a rejtvényt. Nem, itt komplett meg kell fejteni, és minden egyes nem beírt betű az hibapontnak számít, és a győztes az, aki a legkevesebb hibapontot gyűjti össze. A keresztrejtvényfejtőknek egy A3-as skandináv rejtvényt, valamint egy klasszikus rejtvényt kellett megfejteni 90 perc alatt. A családi kör heti lap keresztrejtvényei adták az ötletet a verseny megszervezéséhez, mondta a főszerkesztő. Amikor jön a keresztrejtvényfejtő verseny, akkor a labban is megszaporodnak a keresztrejtvényfejtők, többen jelentkeznek e-mailben, többen jelentkeznek postai úton, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a trend majd valahol ki fog tartani egészen őszig, amikor szeretnénk megszervezni az idén a következő keresztrejtvényfejtő versenyt. Fejős Lászlónak nem ez az első sikere, hiszen még diákként elnyerte az első helyezettnek járó tintatartót ebben az iskolában. Kihívás megfejteni, és ahogy, tehát nem ilyen okoskodó telefonon, meg a számítógépről szedem a megfejtést, hanem akkor az atlaszba, idegen szavak szótára, lexikonba utána nézek, és akkor ugye automatikusan több mindent is olvas az ember, és akkor tágul az ismerettsége. Számomra az angol rövidítések, illetve a sport kérdések a nehezek, mert abban nem igazán vagyok jártas a sport témában. Viszonylag könnyen meg lehetett fejteni. Általános kérdések voltak, olyat, ami szerintem az általános műveltséghez hozzátartozik. A magyarországi keresztrejtvényfejtők jó voltából a magyar kanizsai verseny is bekerül majd a jövő évi versenynaptárjukba, mondta Ábel István, szervező.